A Lungodrom közgyűlésének felhatalmazása nélkül köthetett választási megállapodást a szervezet elnöke Farkas Flórián a Fidesszel. A kormánypártok ezt a roma szervezet belügyének tekintik. A vádakra adásunkink sem a Lungodrom, sem Farkas Flórián nem reagált. Farkas Flórián, a Lungodrom elnöke, a szervezet közgyűlésének felhatalmazása nélkül állapodott meg a választási együttműködésről a Fidesszel. Erről szerda íradónkban beszélt az országos roma önkormányzat egyik képviselője. Én azt gondolom, a magyarországi cigányság már felébredt és látja azt, hogy Farkas Flórián nem alkalmas a roma képviseletre. Ennek érdekében nem tudják támogatni azt a politikát, amit Farkas Flórián a roma részről eddig folytatott. Ezért jöttek létre újabb és újabb roma szervezetek. Lázár János szerint ezt a kérdést a Lungodromon belül kell rendezni. Lungodrom vezetésére megválasztott emberekkel tárgyalt a kormány, velük kötöttük a megállapodást, ha a Lungodromon belül ez problémát okoz, akkor ezt a Lungodromon belül kell megvitatni nyilvánvalóan. Bár valójában nem a kormány, hanem a Fidesz kötött együttműködési megállapodást a Lungodrommal, a párt kommunikációs igazgatója sem akarta kommentálni a szervezeten belüli vitákat. A Romnet főszerkesztője szerint korábban is előfordult már, hogy Farkas Flórián felhatalmazás nélkül kötött választási megállapodást különböző pártokkal. Hídvégi Attila úgy vélte, hogy csak a miniszterelnök tartja hatalomban a Lungodrom vezetőjét. A Fidesz most mindent meg fog tenni, hogy maximalizálja a szavazatokat. Emlékezünk vissza, hogy 2002-ben 46 ezer szavazattal veszítette el a választásokat. Most a Farkas Flórián mozgósítani tudja a magyarországi cigányságot, a becsapott és megtévesztett, elszegényedett embereket, akkor ha csak 50 ezer szavazatot tud hozni, és ezen múlik majd a Fidesznek a választási győzelme, akkor már egy eredményes választási szövetséget kötött Farkas Flóriánnak. A Jobbik szerint a Fidesz a romák szavazatainak megvásárlásával választási csalásra készül 2018-ban. Tehát adott cigány szavazók például telefonnal készített fotóval bizonyítják majd, hogy a Fidesz KDNP-re és az jelöltjeikre szavaztak, akkor 10 és 12 ezer forint üti a markukat. Ez nem más, mint a választás engyeleni bűncselekmény, választási csalás gyakorlatilag, és az ország kormányfője ehhez nyújt komoly segítséget. A Fidesz visszautasította a vádakat. Hát ez szerintem sértő a magyarországi cigány közösségre, hogyha valaki ilyet feltételez, hogy ott szavazatokat lehet vásárolni. A Jobbiktól nem idegen a cigányozás, teszem hozzá, még akkor sem, hogyha utóbbi időben igyekeznek egy sokkal puhább és cukibb képet magukról mutatni, de látjuk azt, hogy agresszióból épült föl ez a párt, és az agresszió jellemzi továbbra is. Kerestük Farkas Flóriánt is az ügyben, ám adásunkig nem válaszolt kérdéseinkre. Telefonon és e-mailben nem tudtuk utolérni a Lungodromot, így eljöttünk ide a központjukba, ám így sem fogadtak minket. Az ATV híradóját Várkonyi Gyula tudósította.